Mennyivel fizetnek többet a pécsi városi cégek az áramért a piaci tarifák emelkedése miatt? Erről kérdeztük korábban a gazdasági ügyekért felelős alpolgármestert. A vízmű egymagában ugye a korábbi 150 millió forintos árszámlára közel 600 millióra megy föl. Mondta akkor a pécsi vízszolgáltató költségnövekedéséről Ruzsa Csaba. Ez a 600 millió csak az utolsó 4 hónap ebből az évből. Ezért sem érti a városi Fidesz frakció, miért nem adja át az államnak a vízi közmű vagyont működtetésre, hiszen a cég összes tartaléka elmegy a magasabb rezsire, mondja a frakcióvezető. Feléli gyakorlatilag az összes tartalékát. Tehát a jövő évet, amikor pedig még hatványozottabban fog jelentkezni ez az energia emelkedés, energia áremelkedésből fokozódó működési többletköltség igénye, akkor már nem lesz ott semmilyen tartalék, tehát vagy az önkormányzat fogja helyette állni a költségeket, vagy pedig egész egyszerűen működésképtelenség állapotába fog süllyedni a cég. A rezsi fizetésen kívül egy 1500 kilométeres előregedő ivóvíz és csatorna hálózatot kell karbantartaniuk, ami milliárdos kiadást jelent, mondja a politikus. Ezt a terhet pedig nem tudja vállalni a szolgáltató cég, sem az önkormányzat. A pécsiek ivóvízhez és szennyvízelvezetéshez fűződő ellátási biztonságát teszik most kockára. Márpedig ebben a helyzetben, mivel itt egy közműről van szó, nem lehet más az elsődleges szempont, mint annak mérlegelése, hogy Pécs képes-e biztonságosan, szakszerűen ivóvizet szolgáltatni a pécsieknek, vagy sem önállóan. Most úgy néz ki, és a számokat ismerve, a megkapott háttéranyagokat ismerve, Pécs erre nem lesz képes sajnos. Ezért kellett volna átadni a vízi közmű vagyont állami fenntartásba a polgári oldal szerint. A baloldali városvezetés közleménye szerint önkormányzati tulajdonban kell maradnia a vízműnek. Ez fontos része az önrendelkezésnek, annak, hogy a helyi közösségnek fontos ügyekben a települések maguk hozhassanak döntéseket.